Idén is közösen rendezte meg a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium az országos haditorna verseny Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei döntőjét Miskolcon. A programnak a borsodi építők volánpálya adott otthont. 8 versenyszámban a többi közt távbecslés, futás, honvédelmi totó, lövészet és egészségügyi ismeretek is szerepeltek a megoldandó feladatok között. A vármegyéből 23 középiskolás fiú és lány vegyes csapat jelentkezett a megmérettetésre. A verseny célja évek óta, hogy a fizikai képességek fejlesztése mellett népszerűsítse a honvédelem ügyét a sport eszközeivel. A jobb kézzel mögöttetem a fegyvert, szemben állok a céllal, felemelem, a váltámaszt ide, ebbe a pontba, a vágadőbe behelyezem, lesz egy fix feltámasztási pontom, alá támasztok a másodlagos kezemmel, és célra tartok, jó? Egy kis eligazítást tartottak a diákoknak a jól bevált beállásról, még mielőtt lézeres lőfegyverrel, lőszer nélkül lőhettek volna. Ezen a pályán pedig a kézigránátdobó ügyességükről adtak számot a középiskolások. A rendezvényen hatástalanított fegyvereket, például a Gepard magyar fejlesztésű mesterlövész fegyvert, a géppuskát és a gépkarabét is megnézhették a diákok. A haditorna versenyre több intézményben szinte egész évben készülnek a fiatalok. A miskolci Kandó Kálmán informatikai technikum például honvéd kadét osztályokat is indít 16-18 éves diákokkal a 9. és 10. évfolyamon. Azt gondoljuk, és a szakképzési centrum és az iskola vezetése együtt úgy látta, hogy ez egy remek lehetőség lehet a fiatalok számára a honvédség irányba való orientálódás tekintetében, és a honvédség azért örül ennek a lehetőségnek, mert informatikai technikumként informatikusokat tudunk a honvédség számára beintegrálni, esetleg képezni. 8 elméleti és gyakorlati versenyszámban mérték össze tudásukat a csapatok. Volt tájékozódási futás, távbecslés, tereptan, kézigránátdobás, akadálypálya, honvédelmi totó, lövészet és egészségügyi ismeretek is. Ez a Magyar Honvédség és a Honvédelmi Minisztérium közös rendezésében kerül végrehajtásra. Alapvetően az a célja, hogy a középiskolás diákokat, illetve a Magyar Honvédséget egy kicsit közelebb hozza egymáshoz. Fontos része a versenynek az, hogy itt fizikai versenyszámok is vannak, mindezt csapatban hajtják végre, tehát fizikai állóképesség, egészséges életmód, a sportolásra is próbáljuk felhívni a figyelmet ezzel a versennyel. A verseny célja a honvédelem ügyének népszerűsítése a sporteszközeivel. A fiatalok készségeinek, erkölcsi, akarati tulajdonságainak és fizikai képességeinek fejlesztése. Lehetőséget nyújtani a tanulóknak a honvédelemhez kapcsolódó sporttevékenységek kipróbálására, felkészültségük összemérésére.